Szeretettel üdvözlök mindenkit az Igenzöldes Magyarországért mozgalom sajtótájékoztatóján. 1944-ben az akkori magyar állam segédletével több százezer vidéki zsidó honfitársunkat gyilkolták meg. 1944 telén a nyilasok Budapesten tömegmészárlásokat rendeztek. Ezeknek az egyik fő gócpontja a 12. kerületi pártszékház volt. 2005-ben ezen a helyszínen egy szobor állítódott, mely egy turulmadarat a nyilasoknak a jelképét ábrázolja, és a szobor alján, talapzatán ott vannak a gyilkosok és az áldozatok nevei is. Ez a szobor 2005-től szélsőjobboldali kegyhelyé vált. Az elmúlt években újra föllángolt a vita, hogy mi legyen a szoborral. Pokorni Zoltán, a kerület polgármestere évek óta nem tesz semmit, pedig az ügybe, nagyapja révén, ő is belekeveredett. Követeljük, hogy Pokorni Zoltán azonnal távolítsa el a szobrot a térről, és utána pedig távozzon a közéletből, hogy segítsünk neki, egy fotómontázzal megmutatjuk, hogy mit kell tennie. Íme, így néz ki a tér, a szobor nélkül. És még egyszer, követeljük, hogy a szobrot bontsák el, és Pokorni Zoltán távozzon a közéletből. Köszönöm, hogy meghallgattak.